A szépségversenyeket rendszeresen az a kritika éri, hogy igazából tárgyasítják a nőket, illetve utat adnak a hétköznapi szexizmusnak is. Csak most megkérdeztük a Nemzet Szépe válogatóján magukat, az érintetteket, hogy mit gondolnak erről. Mit gondolsz arról a közvélegetésről, vagyis vitáról, hogy sokak szerint ezek a szépségversenyek tárgyasítják a nőket, illetve a nők is tárgyasítják ezzel saját magukat? Hát én ezzel nem értek egyet, mert akkor nem lennék itt. Szerintem egy nőt nem lehet tárgyasítani, csak hogyha azt ő hagyja. A társadalom egy része nyilván nem mindig pozitívan gondol ezekre a versenyekre, ám a példának okán szerencsére vannak olyan emberek is, akik pozitívan fogják fel ezeket a versenyeket. Szóval végül is nem mondanám, hogy tárgyasítás ez, de valamilyen szempontból igen, a közösségek is fontosak. Hiszen ez alapján kezdünk el mondjuk beszélgetni, hogyha nem is ismerjük egymást, hogy valaki mennyire szimpatikus. A gála esten nincsen fürdőruhás kör, tehát nem mutogatják magukat a lányok, és nem az a cél ezen a versenyen. Azért is jöttem ide, gondolom, te is el tudod ezt mondani magadról. Hát én láttam már ilyet is, olyat is, szóval igazából ez attól függ, hogy milyenek az emberek, úgyhogy... De ezt nem tudok hozzászólni. Nyilván az, hogy a lányok vonulnak egy kifutón, és mindenki nézi, keresi bennük esetleg a hibát, ugye kinél szebb, ugye ez az összehasonlítás, nyilván valamilyen szinten tárgyasít egy embert, vagy hát, hogy így is fel lehet fogni, de szerintem ez nem erről szól. Tehát, hogy nem tudom, hogy most így átjött, hogy mit szeretnék ezen mondani, de nem. Tehát, hogy emberek vagyunk, nem pedig tárgyak. Ez ostobaság. Szerintem, hogyha valaki szépnek született és szeretné megmutatni, akkor miért ne tehetné? Fiatal dekoratív lányként itt találkozhatok már az sokat hangoztatott hétköznapi szexizmussal, vagy hátrányos megkülönböztetéssel? Hát én erről tudnék mesélni, igen, sajnos. Hát a munkaterületén én ezzel még nem találkoztam, de az utcán rendszeresen. Igen, sokszor az utcán, hogy az embernek utána fütyülnek. Nekem volt már rá példa, hogy így fütyülgették, meg ilyenek, és igazából ez engem nagyon zavar. Attól, mert hogy egy lány szép, meg dekoratív, az nem azt jelenti, hogy buta is, és ki lehet használni. Azt hiszik az emberek, hogyha valaki felvesz egy szoknyát, akkor már meg hozzáérhetnek, vagy ilyesmi, ezeket nagyon nem tolerálom. Meg az van még leginkább, amikor jóval idősebb emberek, ugye, akik az apukáim lehetnének, és akkor olyanok irkálnak Facebookon, ez azért eléggé dühítő tud lenni. És mit lehet ezzel kezdeni? Hát letiltom őket, szóval így igazából nem tudok mást. Tehát nem tudom, hogy mit gondol az, aki mondjuk kiordít az autóból. Tehát, hogy mit szeretne ezzel elérni. Tehát nyilván nem fogok hozzá oda menni, nem fogunk kapcsolatba kerülni. Tehát azzal, hogy így tudatja, vagy hogy dudál, és akkor ráadásul egy forgalomban, ahol nyilván azt hiszik, hogy mondjuk indulj már a pirosnál, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt így nem nagyon tudom értelmezni, ennek szerintem semmi értelme nincs. Hát elég sokszor, de hát igazából én ezt már elengedtem. Hát már ilyen a mai világ. Úgyhogy ez nem tudok mit kezdeni. Most nem fogok utána szólni, hogy ne szólogass be, hát ezt meg kell szokni. Mit lehet ezzel kezdeni egyébként? Erre nagyon jó praktikám van az, hogy megleped a másikat. Hogy mondjuk azt mondják neked, hogy szia, cica, és tudod, így visszafordulsz, hogy szia, mi újság, tudod, és akkor a férfiak azok meghőkennek, mert nincsenek erre a válaszra felkészülve. Ezt tudtál ijeszteni a férfiakra, akik meg akarnak ijeszteni? Úgymond igen.